korai időkben, de még a középkorban is sokszor varázslónak tekintették azokat, akik lombikjaikban különböző anyagokat melegítettek, vegyítettek. Aztán az ipari forradalom után különösen felértékelődött azoknak a tevékenysége, akik az anyagok molekuláris jellemzőit ismerték és kutatták. Azért kezdtem kémiával foglalkozni, mert kíváncsi voltam, hogyan lehet megváltoztatni az anyagok szerkezetét, milyen új anyagokat lehet létrehozni. Ezt mondta Olá György, aki 1994-ben kémiai Nobel-díjat kapott. A kíváncsiság megszült egy gyümölcsét, mert többek között neki köszönhető, hogy ma ólommentes benzint tankolunk az autónkba. A vegyészmérnök terveket készít a vegyi üzemek létesítésére és működtetésére. Ő dolgozza ki a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját, ellenőrzi a termékek kémiai összetételét, minőségi paramétereit. Felügyeli a vegyi üzemek karbantartását, javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. A vegyészmérnök kémiai technológiai rendszereket működtet biztonságos, környezettudatos módon. Irányítja a különböző anyagok gyártását. Hogy melyek ezek? Szinte bármi lehet, ahol kémiai folyamatok zajlanak le. Jellemzően kőolaj és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, növényvédőszerek, mosószerek, kozmetikai termékek, műanyagok és gumik. De ide tartoznak a műtrágyák és az egyéb vegyipari termékek is. Az új termékek gyártásának fázisait laboratóriumi kísérletekben dolgozza ki, és kis szériában például kísérleti üzemekben teszteli a tervezett folyamatokat. Ő felel a minőség ellenőrzésére vonatkozó műszaki előírások alkalmazásáért, betartásáért is. Az a dolog vonzott, hogy gyakorlatilag én úgy gondolom, az egész világ, ami minket körülvesz, az a kémiáról, a vegyészetről szól. És az, hogy amilyen tárgyakkal érintkezünk, az gyakorlatilag egy gyártási folyamatnak az eredménye, amely folyamat nem áll meg, folyamatosan fejlődik, hatékonyabbá válik. A számítógép alkalmas lehet kémiai folyamatok modellezésére, bizonyos reakciók, és azok hatásai sok esetben olcsóban és gyorsabban végigkutathatók ilyen módon. Másrészt a bonyolult vegyipari vagy laboratóriumi folyamatok vezérlése, irányítása is számítógépen zajlik. A vegyi folyamatok működtetése, irányítása során a mennyiségek pontos mérése kulcskövetelmény. Erre szolgálnak a különböző mérőműszerek, melyek például a nyomás, a hőmérséklet, a tömeg, illetve a sűrűség mérésére alkalmasak. De ez nem jelenti azt, hogy csutba dobhatók a hagyományos laboratóriumi eszközök, lombikok, pipetták és a petri csészék, bunzenégők. A pipetta például a pontos adagolást, a bunzenégő a melegítést szolgálja. Fontosak a desztilláló vagy lepárló berendezések is, melyeket lényegében a folyadékok elválasztására használják. A fő munkaeszközöm a számítógép. Itt az irodai szoftverek mellett, Word, Excel, a különböző folyamatok modellezésére speciális programok vannak, amelynek egy része az saját kezüleg alakítható az adott problémára rászabva. Legutoljára szennyezőanyagok levegőben történő terjedésének modellezését végeztem el. A vegyészmérnökök, illetve a vegyészek között óriási különbség van. A vegyészet tudománya, ez természettudományok kategóriájába tartozik, úgy mint például egy fizikus, matematikus, vegyész. Ez a természettudomány. Aki vegyésznek megy, az elsősorban a fejlesztés, a kutatást, a új anyagoknak a felfedezését veszi célba. Aki vegyészmérnök szeretne lenni, az a mérnöki tudományokkal is meg kell ismerkedjen. Ide tartoznak a gépek, a berendezések, hogyan ültessük át a vegyészek által kifejlesztett reakcióknak a menetét nagyba. A vegyi folyamatok, a vizsgált anyagok és eljárások baleseti veszélyt is rejtenek magukban, így a felelősség teljesen végzett munka, a rövid és hosszú távú következmények folyamatos figyelembevétele egy vegyészmérnöknél alapkövetelmény. Elengedhetetlen még a jó számolási képesség, nehogy téves adatokkal egészségre káros folyamatokat generáljon. A vegyipar egy gyorsan fejlődő iparág, amelyben az lehet igazán sikeres, aki képes a folyamatos szakmai megújulásra, akiben aktív a tanulás vágya, aki nyitott és érdeklődő. A vegyi anyagok gyártási technológiájának kidolgozása, illetve előállítása veszélyekkel, egészségügyi kockázattal jár, ezért a munka fokozott figyelemezpontosítást igényel. A műszaki érzék, a technológiai műszaki kompetencia a vegyészmérnököknek is nélkülözhetetlen. Fontos az előrelátás, a mérnöki látásmód, mely probléma megoldó képességgel is párosul. Gyorsan kell válaszokat találni, mint ahogy a kémiai reakciók jó része is igen gyorsan zajlik. Tudni kell elvonatkoztatni, egy nem várt helyzetben a folyamatok egészét átlátni.
számtalan olyan területe van a kémiának, ahol a közeljövőben óriási áttörésre lehet számítani. Az egyik ilyen a nanotechnológia. Olyan parányi részecskék tulajdonságainak a megváltoztatása, melyekre az eddigi eszközeink alkalmatlanok voltak. Segítségével remélik például a villamosenergia tárolás kérdésének a megoldását. Vagy olyan környezetbarát technológiák létrehozását, melyek egyre sürgetőbbek. A vegyészmérnök részt vesz a kutatásokban, új anyagok eljárások létrehozásában, illetve kidolgozásában. A folyamat és az eredmény együtt összességében érdekes. Az, hogy a folyamatot hogyan állítjuk be, hogyan szabályozzuk, annak függvénye, hogy milyen eredményt kapunk. Ez teszi érdekessé ezt a dolgot. Előtérbe került a műanyagipar, a műanyagipari tudomány. Gondoljunk arra, hogy az élet számos területén, gyakorlatilag mindenhol a műanyag jelen van. Ennek a tudománynak a fejlődése, ez gyakorlatilag majdnem vetekszik a számítástechnikai iparral. A vegyészmérnök munkáját a választott iparáktól függően igen változatos környezetben végezheti, például dolgozhat irodában, üzemben, fejlesztőközpontban, minőségellenőrző laboratóriumban, sőt, akár a szabadban is. Munkája során a vezetőivel, munkatársaival, beosztottjaival, megrendelőkkel, beszállítókkal, kutatókkal és más szakemberekkel tartja a kapcsolatot. Az üzemekben többször lehet folyamatos a munkarend, ami akár három műszakot is jelenthet, szombati, vasárnapi munkavégzéssel, sőt, előfordulhat, hogy az ünnepnap sem szabad. A vegyészmérnök környezete sokszor balesetveszélyes lehet, nagy a tűz és robbanás veszély bizonyos folyamatok során. A felhasznált vegyi anyagok egészségügyi kockázatát sem szabad elhanyagolni, a savak és a lúgok belélegezve vagy a bőrrel érintkezve igen súlyos következményekkel járhatnak, allergiás reakciót, súlyosabb esetben akár mérgezést is okozhatnak. Nem véletlen, hogy a védőöltözet és a védőfelszerelés a munka jellegétől függően kötelező. A szakma gyakorlásához alapkövetelmény a látás, a kéz és ujjmozgás összehangolása a finom eszközök, műszerek használatánál. Épp szín- és térlátásra, egyensúlyérzékre, tapintás érzékenységre szintén szükség van. Aki diákkorában belépett a kémia szertárba, tudja, hogy fontos a jó orr, a megfelelő szaglóképesség. Ha valaki vegyészmérnök akar lenni, akkor fontos a természettudományos érdeklődés, elsősorban a kémia, matematika, fizika és biológia tantárgy szeretete, valamint a műszaki problémák iránti nyitottság. A vegyészmérnöki képzés megkezdéséhez sikeres érettségére igen, alkalmassági vizsgára viszont nincsen szükség. A felsőoktatásban tanulható vegyészmérnök alapképzési szakon a 7 fél év során a hallgatók többek között természettudományos alapismereteket, a vegyiparhoz kapcsolódó géptani, mérés és irányítás technikai, technológiai és gazdaságtani ismereteket szereznek. A végzettek folytathatják tanulmányaikat vegyészmérnök mesterképzési szakon, vagy elhelyezkedhetnek a megszerzett alapszakos diplomájukkal. Tervező, irányító és szakértő munkaköröket tölthetnek be, képesek kémiai laboratóriumi, üzemi feladatok elvégzésére, munkavédelmi feladatok megoldására, részt vehetnek új eljárások, termékek kifejlesztésében. Örülök, hogy ezt a hivatást választottam. Azt hiszem, hogy a vegyészmérnöki hivatás a társadalom számára egy nélkülözhetetlen hivatás. Ennek a tevékenységnek egyik legjellemzőbb vonása, hogy határai más területek irányába bővültek az idők során. A biológiai vegyipari mérnök, a gáztermelőipari vegyészmérnök, a kőolajipari vegyészmérnök munkakörök mind-mind vegyészmérnöki végzettséget takarhatnak. A vegyészmérnökkel rokon foglalkozás például a biomérnök vagy a környezetmérnök. A vegyészmérnök keresett szakma a munkaerőpiacon. A bruttó havi átlag kereset ennek megfelelően magas. 350 és 600 ezer forint között mozog. Ez azonban változhat attól függően, hogy a dolgozó milyen életkorú, mely régióban, megyében lakik, valamint a munkáltató, amely őt foglalkoztatja, milyen cégformában működik, állami vagy magánmunkáltató és milyen tulajdoni viszonyban, hazai vagy külföldi. A foglalkozásról további információ található a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.